A következő videó részleteiben ezzel a szöveget XLSM állománnyal fogunk foglalkozni, és vizsgáljuk meg neki a működését. Előre elkészített formot, illetve egy csomó eljárást tartalmaz, tehát ebben már az eljárások is meg vannak írva, amelyek működtetik a programot. Először ismerkedjünk meg magával a programmal, én most kitörlök itt mindent a szöveget XLSM-ből, és megnézem, hogy hogyan működik. Van egy nyomógomb, amelyet ha megnyomok, akkor már működik is, tehát akkor hozzátartozó eljárás is kell, hogy legyen, amely ott működteti. Igen, ez az eljárás, ez a szöveges eljárás, amely semmi más nem csinál, mint meghívja ezt a panelt, ami előre el van készítve, meg egy panelt, ezt a panelt fogja meghívni. Na most vegyük észre, hogy a developer, tehát a fejlesztési eszközök külön lévő nyomógomb az egymással, tehát a tervező mód az egymással elég szoros kapcsolatban van, majd hogyha én itt váltok, akkor egyszer látom a tervezőt, egyszer látom a kódot, hogyha visszaváltok erre a gombra, én ezt most bezárom, és azt mondom, hogy kód, akkor a kód üzemmódba fog váltani. Itt is így tudok jobb gombbal U code, U object, tehát mikor melyiket mutatja. Most végezzünk vele műveletet. Azt mondom, hogy én föltöltök egy tartományt, legyen mondjuk ez a tartomány, üzenetekkel felköltve. Jó, és ezután meghívom a panelt. A panel azt mondja, hogy mint kisbetűvel, mint nagybetűvel meg tudok jelölni egy tartományt, hogy automatikusan észrevesz, hogy ki van jelölve, és azt mondom, hogy alkalmaz vagy rendben, alkalmaz, akkor a háttérben mindjárt mindegyik nagybetűvel íródik, mind kisbetűvel, akkor mind kisbetűvel. Ha személynévként, akkor ugye az első nagybetű, a többi kisbetű. Aztán lehet olyat is csinálni, hogy a szöveg eltávolítás, szöveg végéről eltávolítandó karakterek száma egy darab, alkalmaz, akkor a felkiáltójele eltávolította, akkor szöveg beszúrás, mondjuk a szöveg végére egy karaktert, és a beírandó szöveg egy kérdőjel legyen. Meg van, ez is működik. Úgyhogy lehet látni, hogy elég sok mindent tud. Úgyhogy van benne egy csomó olyan eljárás, amelyet szeretnék én itt látni. Hol vannak ezek az eljárások? Az eljárások azok ha a kódot mutatjuk, akkor jelennek. Tehát az eljárások magukhoz a panelhez tartoznak. Mert ez nagyon fontos, mert ugye a panelnek vannak részei, még egyszer, az objektum, és az objektumnak vannak részei elemei. És itt lép be az a sokat használt mondat, hogy ugye az eszköztárból az ActiveX eszközöket pontosan kell tudni, hogy melyiknek mi a szerepe, és melyikkel mit fogok csinálni, és az ahhoz tartozó műveletek mit fognak végezni, mit fognak megoldani, mire fogom őket használni. Hát, melyik objektum milyen feladatot kap, attól függően különböző eljárások társulnak hozzá. Hogyha belenézünk a kódba, akkor elég sok minden van, ami műveletként megjelenik. Először is van egy átalakító eljárás, amely az egész átalakítást végzi, tehát ez a lelke az egésznek, ami végzi az átalakítást, a szöveges átalakítást, majd foglalkozunk vele. Utána ugye van egy meghívó
eljárás, ami meghívja ezt az átalakítást. Jól látható, hogy már egy ekkora programás esetében is, mint ez a szöveget Excel-esen, ami végül is nem annyira bonyolult program. Egy gondos tervezés szükséges, különben az ember nem fogja tudni helyesen megoldani a feladatot. És ez a gondos tervezéshez elég sok módszert kínál a programozás. Melyek azok a módszerek, amelyek elterjedtek? Hát a folyamatábra, a Jackson módszer, a mondatszerű leírás, ezek azok a tervező eszközök, amelyek ismertek és hatékonyak és jól használhatóak. Én egy PDF-et a megoldásokba oda elhelyeztem, amely PDF-ben szerepel az összes eljárás, és ezt itt nyomon lehet követni, és nem kell a kódsorból alaposan átvizsgálni, hát erről majd pontosan fogunk beszélni, de még szeretnék valamit megmutatni. A lemezen a forrásokban van egy VBA programozás lépésenként, és itt fejezetekre bontottam a feladatmegoldást, amelyel most fogunk foglalkozni. A feladatmegoldások ezekbe a lépésekbe fognak következni egymástán, és az első fejezet a Jackson módszer nevű PDF-et tartalmazza, amely tulajdonképpen egy ilyen 40 oldalas, 39 oldalas állomány, amely részletesen bemutatja a módszernek a jelentőségét, a folyamatábrát, használatát, összehasonlítja a programszerkezeteket, megmutatja azokat, itt jön a Jackson módszer, megmutatja azokat a technikákat, amelyek a program tervezése során hasznosak, és segítséget nyújt nekünk a komolyabb programok elkészítésére. Tehát itt ezek mind-mind részei az oktató videó mellékletnek. A második fejezetben szintén elhelyeztem PDF-eket, mondjuk kezdjük akkor ABC sorrendben, Activity Control-ok vannak benne, az Activity Control-ok, amelyeket használunk űrlapokon. A következő az Excel-nek a objektumai, tehát ez a 97-es, de ez túl sokat nem változott, ezt az tartalmazza részletesen még annak idején a 97-es. Az összes form, az előző csak néhány kontroll tartalmazott, és teljes Office gyűjtemény, szintén a 97-es. Hát így teljes, azt gondoltam, hogy ezeket megosztom önökkel, kinek mire van szüksége belőle, használja. Most pedig át fogunk térni a programozásra, lépésenként fogunk haladni, tehát ebben a részben lévő többi feladatainkhoz egy újabb prezentációs állományt fogok használni. Ezt a prezentációs állományt, amely a VBA programozás lépésenként PPTX mellett viseli, ebben lesznek leírva maguk a feladatok. A szövegek Excel-esen állomány részletes ismertetésére majd az oktató videó sorozat végén újra vissza fogok térni.